az, aki kétkezi munkát végez, és a másik fele pedig az irodai munkát. Ebbe beletartozik a HR-től, elkezdve tényleg a mérnöki munka, minden szervezés, azoknak a karbantartásoknak, akik beiktatják ezeket, hogy milyen időközönként, hogyan kell ők is betartoznak bele. Most pontosan a méretekre emlékszem, körülbelül 500 focipálya méretű maga az Audi Hungária, ami Győrben van. Hát ez sétálhatja a másfél óra keresztbe. Így elmenni egy képületbe a másik, akkor az ember autóval fog menni, tehát nem van erre lehetőség. Belépőkártyámat és beindul az autó, és elmegyek vele a másik helyre. Azt leteszem, kiszállok, és hogyha valaki másokkal egyébként beheti ezt az autót, és akkor ő tudja használni. Tehát egy ilyen közös használatú autócsoport van. Szinte megmozgatja. Körülbelül 80-100 gyerek versenyez évente 4 fős csapatokban. Külön bíráljuk az alsósokat, a 7-8-9-eseket és külön a 10-11-12-eseket. Sokféle feladat vár a diákokra, makettkészítés, mérési feladat, fejszámolás, komoly matematika feladat megoldása. Van előre beadandó projektmunka, amit meg kell védeniük. Ezután értékeljük a munkát, és a győztes csapat a tanárával egy vacsora meghíváson vesz részt, az idén a második és harmadik helyezettek pedig gyrosz partira és palacsinta partira mennek. Ezek az autók nagyjából halálra lesznek hirtelen néhány évtized múlva, már is kezdődött egy ilyen érdekes dolog, hogy valamire váltsuk le ezt az üzemanyagot. Mert hogy szennyezi a környezetet? Benzinkútnál oktánszám szerint tankoljuk. Milyen benzint szoktunk tankolni? Többnyire 95-ösen. Az oktánszám az nem más, mint a benzinnek a nyomástűrő képessége. Tehát ő mennyire tűri a benzin az összenyomást. Robbanomotor, meg rásegítésnek lehet egy elektromos motor. Esetleg amikor nem gyorsul, vagy amikor. Tehát bizonyos helyzetekben rá tud segíteni. És ezt fejlesztették folyamatosan. Lehet olyan, hogy napelem van az egész autó tetején, egy napelem található, és ugye az elektromosságot onnan kapja. Létezik olyan cellás, üzemanyagcellás elektromos autó, hogy viszi magával a folyékony hidrogént, és ott helyben állítják elő ebből az áramot.